itt volt velünk. Magyar hagyományok, szokások után tekintsünk ki a világba, egy kis karneváli hangulatot csempészünk most ide. Farson kavalkádja az átváltozás felszabadult ideje. Olyan nyíltan és büntetlenül őzhetjük álarcjátékainkat, ahogyan a hétköznapokban soha. Arra, hogy beöltözve vetközzünk ki önmagunkból, a velencei karnevál élő díszleténél exkluzívabb, impulzívabb hely nincs is. A karnevál legvalószínűbb jelentése egyébként a hús elhagyása, ami húshagyó kedre utal, vagyis húsvét bőti idejének kezdetére. Addig kellett kimulatnia magát a velenceieknek, pornépnek és arisztokratáknak egyaránt inkognitót adó jelmezben. Ám mindennek hiteles történeti eredete homályba vész. Épp úgy, mint látszat és valóság határa a pával egyezőbe öltözött lávaarcok, vízi tündérek és pogány hercegek, vagy valahol Casanova és Lord Byron maszkja között. Véget nem érő történetek, emlékek, színfoltok. Azt mondják, karnevál az emberiség tudattalanja. A mágikus gondolkodás szerint a jelmez nem csupán megvásárolt papírmasé. Viselőjét a maszk átlényegíti és megtestesíti. Sőt, szerepre kötelezi. Jó jelmezben annak érezzük magunkat, akit el kell játszanunk. De tévedés, hogy egészen mássá alakítja személyiségünket. A maskara elfedve fed fel. Kiválasztása többet mond igazi arcunkról, mint gondolnánk. Aki az egyik legősibb jelmezt, Pestés doktort választja, a velenceiek morbid humorára játszik rá. A madárszerű védőöltözetet eredetileg egy francia orvos tervezte az 1630-as pestis járvány idején. Karneválba emelése, kinevetése a halálnak mutat fügét. Hiába, farsang idején semmit sem kell komolyan venni. Látszólag. 1855-től a világ egyik legnagyobb és leghíresebb karneválja a riói, és 1917-től lett a szamba a hivatalos zenéje ennek a riói karneválja.